Olcsó külföldi termék nyomja a hazai piacot, 5%-ra csökkenhet a magyar tejtermékek ára. Bronzérmesek lettek a Szent Andrási sörök, dobogós helyezést ért el a manufaktúra 3 terméke Csehországban. Új klubhoz igazolt az Olimpikon, Budapesten folytatja Böcögő Dorina. Jó estét kívánok, Önök a 7.tv híradóját látják. Egy sérültje van annak a balesetnek, amelyben személygépkocsi ütközött teherautóval a Békés és Mezőberény közötti úton szerdán 20 perccel délután. A két települést összekötő 470-es számú úton néhány száz méterre Békéstől összeütközött egy személyautó és egy tehergépkocsi, aminek következtében az autó az útmenti árokba hajtott. A balesetnek egy sérültje van, akit mentőszolgálat munkatársai a helyszínről kórházba szállítottak. Az utat a rendőrség teljes szélességében lezárta, a helyszínelés idejére a forgalmat Békés és Mezőberény felé terelték. Ismét megjelentek a gyanúsan olcsó külföldi származású tartós tejek a hazai boltok polcain. A Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke úgy fogalmazott, hogy ilyen olcsó termékek sokszor áfacsalásra vagy megkérdőjelezhető minőségre utalnak. A Békéscsabai piacon közvetlenül a kistermelőktől is vásárolhatnak tejet és tejtermékeket az emberek. Az itt vásárlók azt mondták, hogy általában nagy mennyiségben használják főzéshez és sütéshez a tejtermékeket. Enni, inni, mindenre. Mi egész kartonnal szoktunk, és amíg tart. Volt olyan vásárló, aki hangsúlyozta, hogy mindig a hazai termelői tejet keresi, legyen bármilyen olcsó is a külföldi termék. Legjobban a boci tejet szeretem, és hazait, és a termelőtől. Vidéki Andrásné már évek óta árulja a termelői tehéntejet. Az árus elárulta, hogy őt nem kötelezi semmilyen áfa, ezért nála nem lesz sem áremelkedés, sem csökkenés. Hozzátette, inkább az idősebb vásárolnak házi tejet, azonban összességében a lakosság a magyar termékeket választja. Emberét válogatja, az idősebbje végül is megnézi, hogy mennyiért veszi, és nem biztos, hogy megnézi az, hogy az nem magyar termék, de viszont van, aki csak ragaszkodik a magyar termékhez. Az elmúlt időszakban kínai feliratozású, Németországban gyártott, irreálisan olcsó UHT tej nyomja le a hazai tejárakat. Annak érdekében, hogy a hazai termékszektor ne szenvedjen nagy kárt, a Tej Szakmaközi Szervezet és Terméktanács elnöke azt javasolta, hogy a termék általános forgalmi adóját 18-ról 5%-ra csökkentsék. Nem hoznának be áfacsart UHT tejeket, a másik pedig ez jelentős pozitívumot adna a fogyasztóknak is, tehát legalább egy 12%-kal lehetne csökkenteni a termékek árát, és én úgy gondolom, hogy ez egy pozitív a fogyasztóknak is, illetve a tejágazatnak is. Az elnök hozzátette, szeretnék kitisztítani a piacot úgy, mint 2016-ban. Ez azt jelenteni, hogy a boltok polcai 83%-ban a hazai előállítású dobozos tejek lennének megtalálhatóak. Csak nem 25 éve készült el az első sör Békés-Szent Andráson. A kisüzem a nagyvállalatokkal való verseny helyett az utóbbi években a prémium sörfőzés felé fordult. Kézműves termékeik közül 3 nemrégiben nemzetközi díjat kapott. Bronzéremmel térhettek haza a sörfőzők egyik legrangosabb európai szakmai versenyéről, Csehországból, ahol most először nyert díjat magyar lágersör. A mustrán belga, cseh és német vetélytársakat utasítottak maguk mögé, a Békés-Szent Andrási manufaktúra mesterei. Változatos italkülönlegességek sorakoznak a polcokon ebben a Békéscsabai sörözőben. Egyre többen találják meg itt a számításukat, a tapasztalatok szerint ugyanis folyamatosan növekszik a kereslet a minőségi kézműves sörök iránt. A hölgyek leginkább a könnyebb, kevésbé keserű és esetleg gyümölcsös söröket kedvelik, az urak pedig általában a testesebb, keményebb, általában barna sörök is szóba jönnek az uraknál. Téli hónapokban leginkább a testesebb baksöröket, nagyobb alkoholtartalmú söröket fogyasztják, még nyáron inkább a könnyebb búzákat, szűrt, könnyű, jól csúszó söröket. A sörözőben a Békés-Szent Andrási főzde termékei is népszerűek, itt készül például a láger típusú medgyes sör. Ez tulajdonképpen most még a születlen medgy sörünk,
ez a kovaföldes szűrő után kerül be a tulajdonképpen a drukktankokba, és kész. Tehát ez még nem teljesen átlátszó. A változatos ízvilág akár több éven át tartó finomítások eredményeként születik meg. Egy-egy újabb íznek vagy gyümölcsnek a kitalálása az viszont folyamatos kísérleteket igényel. Hát bizony elég nehéz újakat behozni, illetve nagy részt ugye mindig új sört kell hozzá teremteni. A folyamatos munka úgy tűnik meghozta a gyümölcsét, ugyanis nemrégiben a manufaktúra három terméke is bronzérmet szerzett a csehországi World Beer Idolon. A kisvállalkozás számára fontos a pozitív visszajelzés. Egyrészt siker is. Másrészt meg nyilván arra sarkol, hogyha most bronzérmet szereztünk, akkor talán jövőre lehet ezüst vagy arany is, tehát mi azt valljuk, hogy nincsen tökéletes sör, csak törekedni lehet rá, és törekszünk is arra, hogy egyre jobbak legyenek a söreink, és egyre több versenyen szerezzünk díjat, nem csak a Szent Andrásnak, hanem Magyarországnak, vagy ha úgy tetszik, a magyar kisüzemi sörfőzésnek is. A sörfőzde kézműves termékei Magyarországon is felkeltették a szakma figyelmét. Egyik gyümölcsös italuk például tavaly elnyerte az ország söre címet. Pénzügyekkel és leginkább technikai jellegű döntésekkel foglalkozik az új év első közgyűlésén a Békéscsabai képviselőtestület. A csütörtöki ülésen láthatják majd először a városagyák azt, hogyan alakul a megyeszékhely idei költségvetése, de szó lesz például arról, hogy emelkednek az árak a Csabai parkolóházban, az állami lesz a főiskola épülete, és újabb jogi lépéseket tehet az önkormányzat a kistérségi ügyben. De a képviselők dönthetnek arról, hogy köztulajdonba kerül az ügyeleti ellátást biztosító Csaba ügyeleti Kft. A tanácskozás várhatóan délelőtt 10 órakor kezdődik a Városháza dísztermében. Az ülést élőben közvetíti a 7.tv, a behír.hu-n pedig folyamatosan frissülő cikkekben számolunk be a fejleményekről. Folytatódik a Magyar Nemzeti Bank 2014 óta tartó bankjegycsere programja. Következő lépésként 2018. március 1-től kerülnek forgalomba az új 1000 forintos bankjegyek, amelyek régi változataival 2018. október 31-ig lehet fizetni, derül ki a Magyar Nemzeti Bank honlapján megjelent közleményből. A Nemzeti Bank felhívja minden olyan parkoló, menetjegy, ital- és áruautomatát üzemeltető figyelmét, hogy a hátralévő egy hónapban készítsék fel a berendezéseiket az új ezresek elfogadására, hogy a lakosságnak ne okozzon problémát az új bankjegyek használata az automatáknál. A közleményben olvasható, hogy a bevont bankjegyek nem veszítik el értéküket, mivel 2018. október 31-e után még 3 évig minden bank és postafiókban, 20 évig pedig a Nemzeti Bank lakossági pénztárában díjmentesen beválthatók azonos címletű új fizetőeszköz. A programban az elmúlt években a 6-ból már 4 címlet megújult, és bevonták a régi 20 000, 5 000 és 2 000 forintos bankjegyeket, amelyekből már csak az új változatokkal lehet fizetni. Újévi fogadást szervezett Békésváros önkormányzata a Városháza nagy termében. Izsó Gábor polgármester beszámolt a tavalyi évben elért sikerekről, fejlesztésekről és az idei év terveit is megosztotta a vendégekkel. Az eseményre azok a nagyvállalkozók, a város gazdasági szereplői és büszkeségei kaptak meghívást, akik sokat tesznek Békésváros fejlődéséért. Nagyjából 3 megyébe terítünk alapanyagokat, de egyébként büszkék vagyunk arra, hogy Budapestre, sőt még Kaposvárra is eljutnak az áruink. Izsó Gábor köszöntő beszédében jelentős 2017-es fejlesztéseket, eseményeket is kiemelt a város életéből. Összességében elmondhatom, hogy nagyon sikeres év volt az elmúlt az önkormányzat életében, bár mondom, inkább a felkészülés jellemzi, hogyha ezek realizálódnak, már pedig fognak, akkor ez Békés helyzetét stabilizálhatja. Egyrészt, mint körzetközpont, másrészt pedig, mint a lakosság számot tekintve. A polgármester elmondta, folyamatos fejlesztések zajlottak a városban a tavalyi évben, emellett csökkent a munkanélküliség, emelkedett a befizetett iparűzési adók mértéke is. Kitűnő évet zártunk, az elmúlt esztendőben 2017-ben a gazdasági növekedés várhatóan 4%-os, és hála Istennek azokat a célokat, amelyeket kitűztünk magunk elé, azokat egyre inkább elérjük. Így például elértük azt,
hogy a munkanélküliséget 3,8%-a sikerült visszaszorítani. Az országgyűlési képviselő elmondta, 2010 óta 750 ezerrel növekedett országos szinten a foglalkoztatás, ami döntően a versenyszférában következett be, ahol most már 570 ezerrel többen dolgoznak. Téli túrát szervezett hétvégén a Körösmaros Nemzeti Park igazgatósága a Wenckheim kastély ősparkjában. A természetbarátok végigjárták a természetvédelmi területet, erdei fülesbaglyot szemláltak és ott telelő madárfajokat kerestek. Ugye az öreg zöldek azok nagyon jó rejtekhelyek, hogy a baglyoknál is említettem, de ugyanígy jó rejtekhelyek mondjuk az énekes madaraknak. Például a karva ellen mondjuk egy énekes madár csapat nagy örömmel húzza be magát egy ilyen tüske bokorba, ahol el tud bújni a ragadozó elől. Szállingózó hóesésben beszélt az őrkerület vezető a madarak búvóhelyéről. Megmutatta azt is, hogy a lombok között pihenő baglyok például fatörzsnek álcázzák magukat. Az előbb itt már többen nézegettük, hogy akkor, amikor nyugalmi helyzetben vannak a baglyok, akkor felfújják a tollukat. A távcsöves madárvadászat igazi családi programnak bizonyult. A gyerekeket a madarak azok főként érdeklik, meg maga az állatok, nekünk is ott van sokféle állatunk van, de igazából jól érzik magukat kint a természetben, mindenre kíváncsiak, szeretik kint a természetet úgy, ahogy van. Van egy ilyen piros kis gomba, meg a fákon van ilyen lyukak, és azok nekem nagyon tetszenek. A kastélypark és a környék ebben az időszakban is bővelkedik látnivalóval, a téli kiránduló idő sokakat csábít a természetbe. Elég sokszor el szoktunk járni nem csak a Nemzeti Parknak, hanem más szervezeteknek is a túráira, illetve magán úton is elindulunk, és járjuk a természetet, a környéket. A baglyok köpeteit is érdemes volt megvizsgálni, a szakemberek ugyanis akár az elfogyasztott állat koponyáját is megtalálhatják a madarak számára nem emészthető anyagok között. Így meg tudják határozni, hogy itt például egy mezei egér volt a táplálék. Az erdei füles baglyokat a Madártani Egyesület mindenhol megfigyelte ezen a hétvégén. Összeszámoljuk országszerte, hogy hol mennyi füles bagoly telel, ilyen telelő helyeken ilyenkor csoportosulnak, könnyebb őket számba venni. Ez is megtörtént, illetve hát most éppen itt a Kígyósi Kastélypark tavában a tőkés récekkel, a kacsákkal ismerkedünk, éppen itt a hátam mögött ők hápognak. A Nemzeti Park téli túrasorozata a következő hétvégén tovább folytatódik, akkor szintén az ősparkban azokat várják, akik betekintenének a természetfotózás világába. Az MTK Budapest csapatában kezdi meg idén a versenyzést a válogatott tornász Böcögő Dorina. A pekingi és londoni olimpián is részt vett fiatal sportoló két évtizedig erősítette a Békés Csabai csapatot. A sportoló elárulta, hogy válsérülése után igyekszik felkészülni a tavaszi versenyszezonra. A legközelebbi Európa-bajnokság augusztusban lesz, így véleménye szerint lesz ideje megerősödni és felkészülni. Azt is elmondta, a legnehezebb feladatot jelenleg a korlát jelenti, ahhoz ugyanis a vállának még újra meg kell erősödnie. Hozzátette, idén kezdődik az olimpiai kvalifikáció, így a célja, hogy a következő világbajnokságon a legjobb 24 közé kerüljön. Hát ez igazából nem is teljesen az én döntésem volt, úgy értve, hogy én nem szerettem volna átigazolni, viszont hát a klub anyagai helyzete miatt, ugye jelenleg nagyon nem áll jól a klub anyagilag, kénytelen voltam úgy dönteni, hogy akkor eligazolok. Újabb sztárcsapat érkezett Békés Csabára. Az izraeli Maccabi Haifa együttesét búcsúztató csabai lányok ellenfele, a 2016-os Bajnokok Ligája győztes olasz Pomi Casalmaggiore volt a városi sportcsarnokban. A CEF Kupa 8-ad döntőjének első összecsapásán jól kezdett a magyar bajnok, azonban a rutinosabb olaszok játékba lendültek, és magabiztos 3-0-as győzelmet arattak. Közel 2000 szurkoló előtt kezdődött a szezon legjobban várt találkozója kedden este. A mérkőzést erősen kezdte a hazai gárda, és 7-4-es vezetés után az olaszok időkéréssel próbálták megtörni a házigazda lendületét. Ez végül nem sikerült, hiszen a csabai lányok 13-10-zel a szett közepéig tudták tartani előnyüket. A világ és európai sztárokkal teletűzdelt olasz csapat azonban 15-15 után átvette az irányítást, és 20-25-tel megnyerték az első szettet. A fordulás után a vendégek lendülete tovább tartott, még a BRS-e hibát hibára halmozva játszott. Az olaszok 6 pontos előnyük után esélyt sem adva a hazaiaknak, 10 szetlabdányi előnyt dolgoztak ki,
és 14-25-re a második játszmát is lehozták. A Kazama Jura a harmadik szettet is rendkívül erősen kezdte. 7-2-es rohamuk után azonban a BRS-ek küzdött becsületéért, és 10-15-re feltornázták magukat. A dominikai válogatott Martinez vezetésével azonban az olaszok ismét elhúztak a játékrész végére. Az eredményjelzőn 15-25-ös eredmény állt, ezzel az olasz csapat 3-0-ás magabiztos győzelmet aratott. Az ilyen meccsek mindig nagyon jók arra, hogy egy picit felnőjünk a nemzetközi szinthez, hogy megtudjuk, hogy milyen gyors játékot kell ahhoz játszani, mennyire be kell tartani a taktikai utasításokat, hogy egy ilyen csapattal fel tudjuk venni a versenyt. A hazai gárda vezetőedzője a találkozó után azt mondta, meg kell tanulniuk reagálni arra, ha a mérkőzés közben taktikai változások történnek. Jól kezdtük a mérkőzést, azonban az első szett végére sorra halmoztuk a hibákat. A második játszmában a vendégek taktikát változtattak, amire mi nem tudtunk válaszolni, és nehéz helyzetbe hoztak minket. A csapat elvesztette a magabiztosságát, ami szomorú volt, hiszen meg kell tanulnunk kezelni az ilyen szituációkat is, hogy meccsben maradjunk. A harmadik szettet is jól kezdtük, de ugyanabba a helyzetbe kerültünk, mint a második játszmában, fogalmazott a csabaiak olasz vezetőedzője. A csabai lányok még tovább juthatnak, ehhez azonban az kell, hogy a február 7-i olaszországi mérkőzésen 3-0-ra vagy 3-1-re nyerjenek, és hozzák az aranyszettet is. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, további szép estét kívánok, viszontlátásra!